A beledi civil szervezetek is készülnek a Pünkösdi Fesztiválra. Az ügyes kezek és a hímzők alkotásai is láthatóak lesznek a művelődési központban. Jelenleg 10 vagyunk, általában a szakkörökön annyian veszünk részt, de előfordul, amikor kevesebben tudnék. Itt aktív dolgozók is vannak, és előfordul, ha délutános, akkor nem tud részt venni, de különben úgy 10 fő. Mikor tudnak összejönni? Hetente hányszor? Hetente egyszer, csütörtökön 4 órakor találkozunk. És mi az, amit készítenek? A horgolással kezdtünk, de a horgolásnak nagyon sok féle fajtája van, amit már mind kipróbáltunk, a frivolitás, a tuniszi horgolás, tehát többféle fajtája van, amit mi mind kipróbáltuk, és ez külön élmény, mert ezáltal mind gazdagodunk, és mindegyikünknek nagyon tetszik. De ha valaki kötni akar, köt, ha mást akar, például fonalgrafikát, vagy akár mindenki azt csinál, amihez kedve van, amit szeret, és ami neki bejött. Spontán lehet önökhöz kapcsolódni? Tehát ha tudják, hogy mikor van, aki csütörtökönként, akkor be lehet jönni, és akár igen, be lehet kapcsolódni? Nagyon szívesen vennénk, ha támogatnák a sorainkat mások is, mert szerintem, ha az ember saját maga tudja elkészíteni a kis ajándékait, amit nálunk megtanulhat, annál nagyobb öröm nincs. Annak is, aki kapja, aki tudja értékelni, meg annak is, aki adja. Ugye itt a hétvégén kiállítanak, pénteken nyílik a kiállítás. Igen. Esti órákban, és ugye látogatható lesz az egész Pünkösdi Fesztivál, igen, ideje alatt. Mit hoznak el a kiállításra? Hát a kis kiállításra hozunk horgolásnak többféle fajtáját, álomfogót, különböző ablakdíszt, kopogtatókat, ami hungarocellből és más technikával díszített, ékszert, táskákat, sokféle, ahol mit hozunk. A hímzőkör is részt vesz a Beledi Pünkösdi Fesztiválon, egy kiállítás keretében mutatja be az alkotásokat, de néhány gondolatban arról, hogy merre jártak az elmúlt időszakban. Hát jó néhány kiállításon. 2 éve volt az országos kiállítás, ami 5 évente van, azon is részt vettünk, és 4 munkánk kiállításra is került, több 100 munka közül. Aztán Békés Csabán minden 2 évben rendeznek országos hímzőpályázatot és konferenciát. Minden alkalommal részt veszünk ott is. Hát legtöbbször kiállításra kerülnek munkáink, de évekkel ezelőtt, ha jól emlékszem, 15-ben 3. díjat hoztunk el onnan, úgyhogy tavalyi évben bemutatkoztunk a Népi Iparművészeti Múzeumban, a Rábaközi, illetve a Kisalföldi Népművészeti Egyesület szervezésében, és volt még egy pályázatunk, a Kis Jankó Bori pályázat Mezőkövesden. Ott jelenleg 6 munkánk van, még a jövő héten kerül elbírálásra. Ez a pályázat zsűrizéssel is jár, úgyhogy kötelező zsűrizés van. Hát reméljük, hogy elfogadásra kerül a Népi Iparművészeti Zsűri szempontjából. Már 30 elfogadott munkánk van eddig. Úgyhogy szépen gyűlnek a munkák. Most jelenleg hányan járnak a hímzőkörbe itt Beleden? Hát 12-en vagyunk, de sajnos sok a betegünk. Úgyhogy olyan 8 állandó tagot mondhatunk, aki tényleg részt tud venni, és sajnos öregszik a csapat. Hetente hányszor találkoznak? Hetente egyszer találkozunk, mindig hétfőn délután, és ez október 1-től május 1-ig. És lehet csatlakozni is időközben, hogyha valaki tudja, hogy mikor hogyne, szívesen híveznek itt, akkor jöhetnek? Hogyne, szívesen vesszük az új tagok részvételét. Hát 2 fiatal tagunk van, aki még aktív dolgozó, de hát ugye ők is ritkán tudnak az elfoglaltság miatt járni. De szívesen vennénk az új tagok jelentkezését és jövetelét. Mivel készülnek a
Pünkösdi Fesztivál, mit állítanak ki? Hát főleg rábaközi munkát készítünk, de a történelmi Magyarország szinte minden területéről próbáltunk már feldolgozni, úgyhogy Erdélyből Kalotaszeg és Válaszúti munkáink vannak, Felvidékről Zoboraljai, Felső-Tisza vidéki, Beregi keresztszemes munkák, úgyhogy ezekből válogatunk a kiállításra majd. És meddig lesznek láthatók a kiállított alkotásaik? Csak a Pünkösdi Fesztivál ideje alatt, vagy tovább is? Sajnos csak a fesztivál alatt, mert a helyiségre szükség van a következő héten, úgyhogy már kedden le kell szednünk. Köszönöm szépen! Kéne. Közben a sátrok felállításával, parkolók kialakításával folytatottak az előkészületi munkák a Beledi Általános Iskola udvarán. A szervezők minél jobb körülményeket szeretnének biztosítani a háromnapos fesztiválra érkezőknek. Műsorunkban Farkas Nikolett és Moroc Ildikó ismerteti a programokat. Fellép többek között Zséda, Lagzi Lajcsi, Csocsesz, Wolf Kati és Oszpald Marika is. Műsorunkban Farkas Nikolett művelődés szervező és Moroc Ildikó projektmenedzser tájékoztatja nézőinket a programokról. Idén több szállon fut a programok szervezése, hiszen a programok egy része uniós pályázati támogatás keretein belül valósul meg. Lényegében a pénteki nap programjai a következőképpen alakulnak. Délelőtt 9 órától délután 3 óráig a Bartodejszki kastély udvarán a Gyepi Farkasai Hagyományőrző Egyesület bemutatója lesz látható, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak. Délután a megnyitó előtt a Beledi piac téren fél öttől Kapuvárváros fúvós zenekara előadásában lesznek indulók hallhatóak a tisztelt közönség számára, némi meglepetéssel fűszerezve, illetve maga a megnyitó az délután 5 órakor kezdődik szintén ugye a Beledi piac téren. Maga a megnyitó felépítése a következőképpen fog alakulni, ugye Major Jenő polgármester úr ünnepi köszöntője beszéde lesz hallható, majd ezt követően a meghívott díszvendégek köszöntője következik. Ezután az elkészült beruházások ünnepélyes avatása kerül sorra, és ezt követően pedig majd elismerések kerülnek átadásra. Ezután a László Attila edély magyar énekes előadása következik. Ez a program például szintén pályázat keretein belül valósul meg, majd következik az egyházi vezetők állása, illetve a megnyitón még a Beledi Általános Iskola énekkara is közreműködik. A megnyitót követően olyan fél hét magasságában a művelődési ház épületében a kiállítások megnyitására kerül sor. A kiállításokat illetően érdemes megemlíteni, hogy több kiállítást is terveztünk idén is. Dr. Németné Takács Ildikó festőművész emlékeim című kiállítása lesz látható a közönség számára, illetve Pap Márta Ilona festőművész Beledváros 10 éves jubileumára készített alkotása is megtekinthető lesz. Mindemellett Erdély történelmének bemutatása képekben című kiállítás is megtekinthető lesz. Ez a program is a pályázat keretein belül valósul meg, illetve idén is a Beledi Hímzőkör és Ügyes Kezek szakkör évzáró kiállítása megtekinthető lesz a nagy közönség számára. Lényegében maga az épület 9 óráig lesz nyitva, úgyhogy ezeket a kiállításokat este 9 óráig lehet majd megtekinteni, és a nagy rendezvény sátorban pedig már este 8:30-tól kezdődik a Zséda koncert. Úgyhogy lényegében a pénteki nap programjait így állítottuk össze. Ugye még nagyon fontos, hogy a művelődési központban zajló események itt péntekre gondolok, illetve igen, a megnyitó azok ingyenesek, egyedül igen, ugye igen, a Zséda koncert az, ami már jegyet kell venni. Igen. A Zséda koncert mindenképpen igen, a belediek számára ingyenes lesz, viszont a vidékiek számára jegyvásárláshoz kötött program lesz majd.
Június 8-án szombaton hagyományos főzéssel indul a Pünkösdi Fesztivál második napja a rendezvénysátorban. A Pünkösdi Fesztivállal párhuzamosan egy Európai Uniós pályázatnak a megvalósítása is folyamatban van. A programnak az a célja, hogy egészséges életvitel a Beledés térségében élők körében. Így a szombati napunk a következőképpen kezdődik. Nagy sürgölődés lesz már valószínű reggel 7 órakor a rendezvény sátorban, ahol a hagyományos főzés lesz, amit Beledés környéke civil szervezetei, vállalatai, magánszemélyek fognak főzni, és majd a dél folyamán kínálják a megjelenteknek. Ezt követi 10 órakor egy egészségre fel program keretében Katus Attila aerobik edző bemelegítő edzést tart a művelődési ház előtti területen. Ezzel a programmal párhuzamosan ugyanakkor már kezdődik egy olyan programunk, amelyiknek a műsorvezetője Peller Maria lesz, a sztárvendégek Budai Péter mesterszakács, Cseke Katinka színésznő és a Csocsesz. 10 órától 14 óráig a tornacsarnokban ingyenes hallás, szürke, zöld hályog vizsgálat lesz, koleszterin, vércukor és tömegindex mérés. 11 órakor a nagy sátorban levő színpadon csatlakozik a műsorvezető színészekhez és sztárokhoz dr. Takács Dávid, beledi fogorvos, aki az egészséges ételek hatására, a fogakra való hatásáról fog beszélgetni a résztvevőkkel. Emellett a sztárok nem csak egymás között fognak beszélgetni, hanem mennek a főzők közé, és ott is riportokat készítenek, és beszélgetnek, megnézik, hogy miket főztek. Feltehetően az a szándékunk, hogy a Budai Péter mesterszakást felkérjük, hogy a főzőknek a munkáját majd a végén értékelje. 13 órakor a nagy sátorban levő színpadon Csocsesz egy egyórás előadást fog, és egy egyórás műsort fog tartani az ebéd után. És egy új program kezdődik, új program sorozat kezdődik, ami 14 órától 18 óráig tart. Ez szintén az EFOP-os pályázatnak köszönhetően. Ennek is a témája hangolódjunk az egészségre. Erre a rendezvényre meghívtuk Farkas Halász Éva kapuvári bloggert, aki anyaként is Fitten program keretében egészséges ételeket mutat be az édesanyáknak, hogyan bírjuk rá gyermekeinket az egészséges ételeknek a fogyasztására. Ezt követi a Réperetek Mogyoró gyermekműsor. Ezzel párhuzamosan a BSE pályán a Rábaeto öreg fiúk és a BSE öreg fiúk labdarúgó mérkőzésére kerül sor. A nagy sátorban egy előadás lesz, amelyet Éj természetet szerint címmel Nagy László beledi származású holisztikus és táplálkozási referens fog tartani. Emellett párhuzamosan a fényes vendéglő élet egészséges ételek kóstolójával és bemutatóval várja a vendégeket. Ezt követi a beledi kulturális csoportoknak a fellépése, így a Barsi Ernő Művészeti Iskola, az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub, a beledi általános iskola kulturális programja, és a rendezvény sátor előtt pedig a karate bemutatót tartanak. Este fél hétkor Wolf Kati, közben Story Bully lesz, és a Story Bully közben a Lagzi Lajcsi fog énekelni a színpadon, és ezt a szombati napot pedig folytatják a Story Ballal. A vasárnapi programunk az a helyi nemzetiségek és különböző kultúráknak a támogatása nevében került összeállításra. 14 óra 30-tól erdélyi és székely népviseleteket fognak bemutatni. Ezután a Diamant Géniusz Alapfokú Művéleseti Iskola bemutatója, majd a Kenyeri Dalkör Egyesületnek a műsora következik, ők lépnek a színpadra.
16 órától a Kapuvári Néptánc Egyesület erdélyi és székely néptáncokat fog bemutatni, amely egy félórás táncházzal zárul. 17 órakor Oswald Marika színésznő és operaénekes lép a színpadra, majd ezt követi Détár Enikő, majd az Ocsó Macsó koncert, ezután DJ Zsuga, és a háromnapos pünkösdi fesztiválunk pedig egy lézershow-val zárul. A szombat, illetve a vasárnapi programok itt a Művelődési Központ mögött található, illetve iskola udvarán felállító csátorba bonyolódnak le, illetve ingyenesek lesznek-e? Minden programunk, a szombat és vasárnapi programunk természetesen ingyenes. Az egészségügyi szűrések azok a tornacsarnokban zajlanak. Ugye egyértelmű, hogy az öreg fiúk labdarúgó mérkőzés az kint lesz a BSE pályán. A többi programunk pedig a rendezvény sátorban, és sőt most még a szombat délelőtti főzés, a civileknek a főzése is mind a nagy sátorban lesz, ahol lesz egy nagy színpad felállítva, és a kisebb programok, azok a kisebb előadások, amit itt említettem, hogy a Farkashalász Éva, a Nagy Lászlónak az előadása, az egy kis színpadon fog történni, de az is a nagy sátoron belül, tehát hogy rossz idő esetén is ezeket a programokat nyugodtan meg tudjuk rendezni. Valamint hogy a kiállításaink, azok pedig megtekinthetők a művelődési házban. Köszönöm. Én is köszönöm.